békeidőben is forgalmas a Csenger-Simai határátkelő, a napokban pedig megközelítőleg 40 ezeren lépték át itt a határt az Ukrajnából menekülők. Sajátságos ennek az átkelőnek a helyzete. Itt általában azért személyautóval vagy szervezettebb formában buszokkal jönnek, ugye, a menekültek. Volt egy nap szünet, amikor nagyon kevesen jöttek, valami zűrzavar lehetett az ukrán-román határon, és az kihatott erre a határátkelőre is. Akkor volt egy olyan egy óra hosszás a várakozási idő, hát itt általában négy-öt órás várakozási idők vannak. A háború elől érkezők többsége egy-két napon belül tovább utazik a segítségpontokról. A főként ukrán anyanyelvű menekülteket először az önkormányzat fogadta, de néhány napon belül a Magyar Vöröskereszt vette át a koordinációt. Önkéntesek jöttek, ugye nem szervezett formában, de ezt az ellátást a határnál, ezt mi kezdtük el, mint Csenger-Simai önkormányzata, ugye a határátkelő parancsnoka felhívott bennünket, hogy szeretné, hogyha tudnánk egy kis adományokat osztogatni a menekültek között, mert eléggé feszült volt a helyzet, akkoriban azért 10 órás várakozások voltak. És ugye ezt megtettük, és lassan jöttek az önkéntesek, ők segítség voltak mindenféleképpen, és 3 napja a Vöröskereszt átvette tőlünk ezt a feladatot. Vagyis akik készek arra, hogy felajánlják a segítségüket, azok a Magyar Vöröskeresztnél tudnak jelentkezni, erősítette meg Csenger-Sima polgármestere. Minden formában szívesen fogadják az adományokat, és hogyha egy önkéntes személy jön, aki a munkaerejét szeretné felajánlani, azt is nagyon szívesen fogadják, sőt, ilyenekre van a legnagyobb szükség. Általában ukrán anyanyelvűek érkeznek, kommunikálunk úgy, ahogy. Ugye, aki még régebben az orosz tanulta, most hasznosíthatja a megmaradt kis orosz tudását, vagy pedig angolul kommunikálnak vele a vöröskeresztes kollégák. Nagyon szeretnénk, ha olyan segítők is jönnének, akik tudnak tolmácsolni, ugye közvetlenebb akkor a kapcsolat a menekültekkel. Ők is szívesebben fogadják, hogyha az anyanyelvükön szólítsák meg őket. Ez pedig már Tiszabecs. A magyar-ukrán határ átkelőn már több mint 2 hete fogadják a menekülteket. Mindent megtesznek azért, hogy senki ne maradjon fedél nélkül, sőt, az utaztatásban is segítenek. Úgy jönnek fel, akik ide Tiszabecsre feljönnek a melegedőbe, hogy a határon, ahogy átlépik, ott ugye beszélnek velük, akikre nem várnak ott autók, azokat buszba szállítják, és a volán buszai fordulnak, plusz még melegedő busz is van ott lent a határon, fordulnak és hozzák fel őket ide az iskolába, a tornaterembe, a melegedőpontra. Tiszabecsnél megközelítőleg napi 4000 menekült lépi át a határt, és körülbelül a negyedük veszi igénybe éjszakára a segítségpontokat. A polgármester úgy fogalmazott, a kormánynak és a civil felajánlásoknak köszönhetően elegendő élelmiszer áll rendelkezésre, de az önkéntesek munkáját továbbra is várják. Legtöbbet itt abba tudnak segíteni, hogy jönnek ugye és készítik a szendvicseket, mert senki nem maradhat ellátatlanul. Ugye a konyhába ott Festmegyen készülnek az ebédek, készülnek a vacsorák, a reggelik, úgy ahogy érkeznek, mindenkit igyekszünk teljesen megkínálni. Tiszabecsen összesen 4 helyen tudják elszállásolni az érkezőket, de a környező települések is besegítenek az önkormányzat munkájába.